keresztény hit központi kérdése a feltámadás kérdése. Ha nincs feltámadás, akkor hiába való a hit által való élet. Ha van feltámadás, akkor az az ember, aki a feltámadásban él, radikális változás megy végbe életében, gondolkodásában, egész létmódjában. A feltámadás történetek sorában a Lukács evangéliumának 24. részéből a második feltámadás történethez érkeztünk. Ebben a részben olvasunk legrészletesebben arról, hogy miképpen jelenteti ki önmagát a feltámadott Jézus Krisztus az övéi számára. Nos, akkor tegyük fel ezeket a kérdéseket, hogy hogyan nyílik meg az ember szeme a feltámadott, az élő Krisztus meglátására. Hogyan alakul át az emberek élete, amikor a feltámasztó erő maga, az Isten lelke munkálkodik az emberi szívekben. Az említett történet szerint Jézus két tanítványa Jeruzsálemből megy alá Emmausba, hiszen Emmausból való tanítványok ők. Ezen az úton beszélgetnek. A beszélgetésük központi témája az, hogy az ő mesterüket milyen szégyen teljesen kivégezték. Ez a két ember viszont típusa azoknak a keresztényeknek, akik ma is úgy élnek, mint akiknek csak halott Krisztusuk van. Akik valójában húsvét előtti keresztény életformát élnek. Valójában úgy igazán nem fordítottak hátat Jézusnak, nem tagadták meg őt, csak éppen nem tudnak mit kezdeni vele, éppen a jelenben. Tehát azóta megváltozott a világ, ebben a világban nincs helye ennek a Jézusnak, meg aztán hogyan is legyen helye egy ilyen Jézusnak, aki halott. Bizony, gyakran megnyilatkozunk mi magunk is beszélgetések szintjén, hogy milyen jó volt az az ifi, amikor együtt lehettünk ezelőtt 10 évvel, milyen rendszeresen találkozhattunk. Róla való beszélgetés maradt csupán. Szép emlék, de úgy igazán a jelenben, amikor családapa vagyok, vagy családanya, amikor tele vagyok problémákkal, gyereknevelési kérdésekkel, nem tudok mit kezdeni vele. A róla való beszélgetésnek az az előnye, hogy nincs benne semmi kockázat, hiszen róla úgy is lehet beszélgetni, mint valami érdekességről. Róla úgy is lehet beszélgetni, mint az én kultúrámnak a vele járója. Illik róla tudni információkat. Ám de itt ebben a történetben, amit feljegyez Lukács evangélista, nem csak róla való beszélgetés történik, hanem ez a róla való beszélgetés egyszer csak csodák csodájára átváltozik a vele való beszélgetéssé. A róla való beszélgetésben meg tapasztalható a csalódás. Hányszor, hányféleképpen juttattuk kifejezésre eme csalódásainknak. Hát a Jézus hatalma is korlátozott hatalom,
miért hagyta magát kivégeztetni. A hozzáintézett imádság, hát az is csak egy illúzió. A benne való hit is csak egy önállítás lehet. Addig ért ez a hit valamit, ameddig meg nem feszítették, és ameddig meg nem halt volt. Ha valóban Jézus volt a megígért messiás, a megváltó, akkor hogyan engedte, hogy ilyen botrányosan ki legyen végezve? Ugyan ez a kérdés uralja ma is az Istenről szóló diskurzusokat. Ha mindeneket kormányoz, igazgat, akkor hogyan lehet annyi gonoszság ebben a világban, hogyan lehet annyi szenvedés egyáltalán, miért engedi? Nos, testvéreim, nem elég ennél a szintnél megrekedni. Hogyan történik a vele való beszélgetés? Egyszer csak, amikor egymás között ilyen szomorú ábrázattal történő beszélgetés folyt, hozzájuk szegődött egy harmadik személy. Ők nem ismerték fel még. És kérdezgette őket, hogy hát mi történt? Miért vagytok ilyen szomorú ábrázatúak? És ebben a beszélgetésben egyre inkább a beszélgetés fonalát átveszi ez a harmadik. És egyszer csak kezdi magyarázni neki az írásokat. Hát ezek azok, amely írások ki voltak jelentve, Mózestől kezdve a prófétákon át, be kellett teljesednie az írásnak, ami meg volt írva Jézus Krisztusról. Ez nem egy ilyen véletlenszerű halál volt. Ez el volt rendelve. Így történik a megváltás. Az Isten üdvtervében a megváltás így valósult meg, teljesedett be. Emlékezzetek erre. A harmadik személy, ahogyan magyarázta az írásokat, egyre jobban kezdett gerjedezni a tanítványoknak a szíve. Egyre jobban örvendeztek, egyre inkább kezdett eszükbe jutni az, amit megiratott, és amit Jézus Krisztus mondott. Elérkezett a nap szálta, amikor beestvéledett. És ez a két tanítvány kényszerítette a harmadikat, hogy maradjon velük. Ez a kényszerítés, ez egy fontos dolog. Azt hiszem, hogy nem csak hiszem, meg vagyok győződve afelől, hogy a róla való beszélgetésnek a szintje akkor jut tovább egy magasabb szintre, a vele való beszélgetés szintjére, amikor nem csak egy monológot mondok magamban, vagy nem csak a másikban erősítem a csalódottságot, egy alig létező Istenről, hanem most már vele beszélgetek. És ez az, ami felismerteti velük a feltámadott Jézus Krisztust. Igazi feltámadás történet ez. Amikor felismerték Jézust, akkor azonnal visszatértek Jeruzsálembe. Nem vette számba azt, hogy ők fáradtak. Egy egész nap áll mögöttük, gyaloglás, fáradtsága, izzadsága, hanem felkelnek és visszamennek a tanítványtársaknak beszámolni arról, hogy nem csak gerjedezett immáron a szívük, hanem találkoztak a megváltójukkal, Jézus Krisztussal.
ez az a találkozás, ami ma is megtörténhet. Kutassuk az írásokat, nyúljunk a szentírásunkhoz, vegyük a kezünkbe, és kezdjük tanulmányozni. Bizony megtapasztalhatjuk azt, hogy most már nem is mi érdeklődünk iránta, hanem ez az érdeklődés egyszer csak testet ölt a Jézus Krisztus önmaga megmutatkozásában. Juttasson el bennünket is oda, hogy ne csak róla beszéljünk, hanem vele együtt. Egészen az örökké valóságig.